Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Nem a megszokott időben jelentkezünk az önkormányzati közvetítésünkkel, és ennek az az oka, hogy a mai ülésnek ünnepi programja van. Az önkormányzati munka két héttel ezelőtt befejeződött, és nem maradt más hátra már, mint az elköszönés. A mai nap másik programja pedig a kitüntetések átadása, melyeket a közgyűlés két héttel ezelőtt szavazott meg zárt ülésen. Így a kitüntetett személyek nevei most kerülnek igazándiból a nyilvánosság elé. A mai ünnepi ülésnek előláthatólag ennyi lesz a programja, így egy rövid közvetítésre számíthatnak, kedves nézőink. Hölgyeim és Uraim, tisztelt közgyűlés, hadd köszöntsem a közgyűlést úgy, ahogy szoktam, és arról a helyről, ahol szoktam, az utolsó ilyen összetételű közgyűlést van módomban köszönteni, ezért kezdem velük. Annak ellenére, hogy az udvariasság és a protokoll az azt írna elő, hogy elsőként azokat köszöntsem, akiket ma ünnepelni jöttünk össze, vagyis kitüntetendőinket. Én remélem, hogy mindenki, igyekszem valamennyivel lassabban beszélni, mint szoktam, mert tudom, hogy a közgyűlés által ma kitüntetettek jelentős része származását tekintve nem magyar, tehát némi fordítási szüneteket kell kivárnom. A fordítás nem fog lezajlani hangosan, mert sikerült oly módon megoldani, hogy az információ az megérkezik hozzájuk a hangos fordításon kívül is. A közgyűlés napirendjéről annyit mondanék, hogy ez az a közgyűlés, aminél nincsen kiosztásos anyag, nincsenek napi rend előtti hozzászólások, hanem csupa ünnepelés van. Különösebb beszámolásra én nem láttam alapot és szükséget, úgy gondolom, hogy ezt nem is lenne célszerű megejteni, egymásnak ne számoljunk be, ha valakik tudják, hogy mit tettünk, mit követtünk el, azt a jelenlévő képviselők tudják, nekik és előttük nincs különösebb értelme beszámolásnak. Ennek ellenére vagy ehelyett azért a mai közgyűlésen egy búcsúra mindenképpen lesz lehetőség, és akkor a napirendről még ennyit mondanék el, hogy mielőtt ezeket a kitüntető címeket átadjuk mélyen tisztelt és kedves vendégeinknek, ez előtt a frakcióvezetőknek adunk egy lehetőséget, hogy elköszönjenek egymástól, elköszönjenek a közgyűléstől és a 4 éves munkájuktól. Tehát én felhívom a figyelmet, hogy ez nem értékelés, nem a jövőbe mutató előadás, hanem egy búcsúvétel. Elköszönni úgy gondolom, hogy a jó modor szerint is kell és illik,
tehát erre mindenképpen célszerű módot teremteni. Ennek a sorrendjét mondom most el, érett megfontolás után úgy láttam, hogy ezt ABC-ben fogjuk megejteni, de miután ez utolsó közgyűlés, ezért fordított sorrendben. De mindezek előtt még annak a képviselőtársunknak fogok szót adni, aki a közgyűlés doájenjeként dolgozott velünk 4 éven keresztül, és akitől szintén ebbéli állapotánál fogva módonban át több mint 4 évvel ezelőtt átvenni a közgyűlés vezetését. Így úgy gondolom, hogy az övé lehet az első zárszó, az utolsó szó joga ezen a közgyűlésen. Majd a polgármester asszony fog tisztségviselőként még búcsúzni, és legvégül én fogok tisztségviselőként búcsúzni, de ne reménykedjen senki, ettől még nem szabadul meg tőlem, mert utána az átadások során még komoly szerepet fogok betölteni. De akkor már kevesebbet beszélek. Ezután következik természetesen a szózat, de még azt megelőzően mindenkit, aki jól viselkedik a képviselők közül, és alaposan figyel minden búcsúszóra, ezt meginvitálok egy fogadásra a Palatinus szállodába, de nem a Bartók terembe. Ezt azért hangsúlyozom, majd még egyszer el fogom mondani, mert mindenki gondolom velem együtt reflexből odaindul, hogyha a Palatinusba kell fogadásra menni, hanem az étterem részébe, tehát bal oldalt a Palatinusnak. Én még egyszer köszönöm a megjelenteknek, akik eljöttek erre a közgyűlésre, azt, hogy itt vannak, a munkájukat majd később fogom megköszönni, és akkor én elsőként Rajci Péter képviselőtársunknak adnám meg a búcsúzkodás lehetőségét. Tessék, képviselő! Milyen tisztelt közgyűlés, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, ismerve kissé vehemens természetemet, hogy fölolvassam azt, ami szívemben rejlik, és búcsúzásul elmondhassam. A politikai közösség, így a város közgyűlése is a közjó érdekében létezik. Minden megnyilvánulásában belőle meríti teljes igazolását és értelmét. A közjó pedig magában foglalja mindazokat a társadalmi életfeltételeket, amelyek között az emberek, a családok és társulások teljesebben és könnyebben érhetik el céljukat. A politikai hatalom gyakorlásában alapvető a szolgálat szelleme, mert a szükséges hozzáértés és hatékonyság mellett egyedül ez képes a politikus tevékenységét áttekinthetővé, tisztává tenni. Ezt egyébként a nép, amely az egyént a politikai életbe állítja, joggal megköveteli. A magyar ember, hazánk minden polgára, felelős az egész országért, minden itt élőért. Mi pedig páran, akik itt magunkat kereszténynek is mondjuk, és ezerint is gondolkozunk, ezen felül Isten előtt is felelősséggel érezzük magunkat, minden közösség, minden döntésünkért. Ez a felelősség tudattal terített politikai lelkületet kellene kinevelni, és elérni azt, hogy az államéletben résztvevőket ez a felelősség tudat hassa át. És ezt a tudatot, még ha amögött, néha messze menő ködbe veszően, esetleg ott van egy idejét múlta konzervatív keresztény értékrend, sokak által elítélt szemlélet maradéka is, szeretném lelkébe ülni azoknak, akik majd utánunk ebben a teremben a nép képviselőiként megjelennek. Milyen döbbenetes belegondolni, hogy történelmünk folyamán hányszor végeztek ki, öltek meg magyarok, magyarokat itt, ebben a városban is. Hányszor támadtem fiat szép hazám kebletre? Törököt, tatárt, császárt emlegetünk, de hányszor ástuk két kezünkkel a saját sírunkat? Hányszor rántotta szorosan a magyar honfitársa, testvére, rokona, ismerőse nyakaköré a kötelet? Vajon egy nemzet csak holtak vérével írhatja a történelmét?
Nem lehet, hogy múltja egyértelmű ismeretében, még ha ez a múlt a 2000 éves keresztény kultúrába kinőtt 1000 éves magyar történelemben a római egyház igen gyakran nehéz koloncát hordja is, és nagyon sokszor attól elválaszthatatlan. Nem lehet, hogy békésen építesse jelenét és jövőjét? 1945-ben is itt voltam, 1956-ban is itt voltam, majd 1990-ben látszott egy történelmi pillanatra, hogy talán meg tudjuk fogni egymás kezét, és keményen hozzáláthatunk a történelmi viharában tönkrement hazánk építéséhez. Éreztük és tudtuk, hogy vannak közös céljaink, amelyeket összefogással, levetkőzve félelmeinket, gátlásainkat meg is tudunk valósítani. De mintha átok ülne rajtunk, vagy csak ostoba megszakásból választjuk mi mindig a mohácsot. Nekünk valóban mohács kell, nekünk valóban a rabszolgasors az örökségünk. A zsidóság története most rajtunk újul meg, hisz mi is pusztában bújdosunk, mint hajdan népivel Mózes bújdosott, és most mi is visszasírjuk sokszor az egyiptomi rabszolgasors húsos fazekát. Nem hiszem, hogy múltunkat elemezve csak két út között választhatunk. Az egyik az önemésztő belső csatározások útja lenne, a másik az 1848-49 utáni felejtés igyekezetének az útja. Vallom, hogy az igazságot meg kell ismerni, fel kell tárni. Csak annak biztonságos tudatában lehet, és kell aztán megbocsátani, és békében, kéz a kézben haladnunk egy szebb magyar jövő felé. 4 év munkája áll mögöttünk, és most én, aki 4 évvel ezelőtt ebben a teremben levezethettem a hosszú rabság utáni első szabadon választott önkormányzati testületi közgyűlést, visszatekintve szereplésemre, először is bocsánatot kérek azoktól, akiket esetleg akaratomon kívül, de heves természetemből fakadóan megbántottam. Aki maga nem lángol, másokat lángra nem lobbathat vallompázmánnyal, de sajnos ez a láng néha talán kissé égetőbb volt a keleténél. Bocsássák meg. De úgy érzem, hogyha majd a sokak által lenézett sötét középkor ismeretlen Ferences barátjának a Dies Irae-ben leírt sorait hallom, Judex ergo cum sedebit, csak magyarul, ha bíró majd széket ítélő székébe ül, és előtte minden rejtett dolog napvilágra kerül, semmi ítélet nélkül nem marad, akkor talán lelkem nyugodtan mondhatja, Domine, bonum certamen certavi, Uram, jó harcot harcoltam, a nehéz pályát becsületesen megfutottam, légy ítélőm, és hűséggel jártam. 4 évvel ezelőtt, korelnökként, talán vannak, hogy de föl sem tűnt, in nomine domini szóval indítottam el a közgyűlést. Most utolsó felszólalásomként, visszatekintve az elmúlt 4 évre, úgy érzem, csak ezzel a szóval fejezhetem be. Sit Deo gratias. Köszönöm. Hát akkor most következzék a fordított ABC-béli sorrend a frakcióvezetőknél, ahogy gondolom, egy záró közgyűlésen illik. Tehát akkor a Szabad Demokraták Szövetségének frakcióvezetője, Papp Béla képviselő úr emelkedhetik szólásra. Tisztelt vendégeink, tisztelt közgyűlés, hölgyeim és uraim! Rajci tanár úr megindítóan szép szavai után nehéz megszólalnom, és hadd kezdjem azzal, hogy nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy ezelőtt, 24 évvel ezelőtt valahol itt a Nagy Lajos gimnáziumban kicsit úgy éreztem magam, mint most, ugye érettségire készültem akkor, 1970. júniusában,
Akárhogy is gondolok vissza a 4 évre, ez tényleg érettségi volt, és egy érettségire való fölkészülés volt valamennyiünknek. Elindult ez a testület 4 évvel ezelőtt valahonnan. Elindult 50 ember, akinek túlnyomó része, sőt egy kivételével az összes képviselőjének, az összes személyének nem volt semmi tudása, gyakorlata, tapasztalata arról, hogy itt mi fog következni, mi fog folyni, hogy kell itt dolgozni. Ezen lehetett akkor mosolyogni, meg is kaptuk sokszor, de egyet tudomásul kell venni, hogy a világon mindenütt a választott testületek ilyen emberekből állnak, ilyenekből állnak, mint mi magunk vagyunk. Jobb helyeken még mészárosok, juhászok is lehetnek köztük. Ez a testület összetétele, ez egy szabad választásokon alakult ki, el kell mindenkinek fogadnia, és el is kellett azt mondani, hogy fogadja. Elsők voltunk, ennek minden előnyével és hátrányával, mert hisz előnyökkel is járt, aztán nem kell mondanom, hogy alakíthattunk valamit, ami addig nem volt. A város közvéleménye meg fogja ítélni, hogy amit mi alakítottunk itt a városnál, ez jó, vagy teljesen eldobandó. Hátrányaira az előbb utaltam, hogy hát tapasztalatlanok, gyakorlatlanok voltunk. Én nem akarom ismételni, de elmondom talán kedvenc poénomat, amikor polgármester úrunk megkérdezte, hogy hol a szobája, tehát amikor megválasztatott, mert hát nem ismerte a házat, honnan ismerte volna. Visszatekintve a 4 évre, nagyon sok mindenről lehetne beszélni, én egyről szeretnék beszélni. Nem tudok szabadulni attól a benyomástól, ami 4 évvel ezelőtt itt a teremben ért, hogy jöttek be emberek, jöttek be csoportok egymást méregetve, gyanakodva, leültek valahogy egymás mellé, aztán elkezdődött a munka, és ez a gyanakvás, ez az egymás mellett eljárás, az egymás mellett elnézést a szóért elgondolkodás, tehát egészen másra gondoltak sokszor képviselőcsoportok, ez oldódott, nagyon oldódott. Én úgy gondolom, hogy ellentétben azzal, amit oly szeretettel emlegetnek sokan, hogy párt csatározások színhelye a városi közgyűlés terme, a parlament, a más települések közgyűlési terme szintén, bizonyos szempontból vagy bizonyos szemszögből nézve valóban az. Ha jól belegondolunk viszont, és ez mély meggyőződésem, hogy annak van igaza, aki így gondolja, itt nem erről van szó, arról van szó, hogy itt eltérő véleményt képviselnek képviselők, eltérő véleményt képviselnek képviselő csoportok, és ezek a vélemények ütköztek. Ezt párt csatározásokkal leegyszerűsíteni, lesilányítani, én úgy gondolom, hogy nem egészen jó dolog, mert itt tényleg nem arról volt szó. Én nagyon szeretnék óvni mindenkit attól, hogy a boldog, békés 99,9%-os egyetértés légköre térjen vissza Magyarországra, és hadd mondjam azt, hogy itt az utolsó közgyűléseken voltak nagyon egyhangú szavazatok, nagyon rosszul éreztem magam, itt több szomszédommal meg is jegyeztük egymásnak, hogy Úristen, de nem jó ez, hogy így van, mert ahol nagyon-nagyon-nagyon nagy az egybehangzás, az egyetértés, az nem biztos, hogy jó. Én gondolom, hogy a város közvéleménye, mint ahogy az ország közvéleménye is meg fogja szokni, hogy több pártrendszer van, és elfogadja ennek a több pártrendszernek azokat a technikáit, ami alapvetően a vitákra, a vélemények ütköztetésére szolgál. Nem akarom tovább szaporítani a szót. Én megköszönöm mindenkinek, aki velünk együtt dolgozott, akivel együtt dolgozhattunk, a hivatal minden dolgozójának, és a város minden polgárának, hogy ide juttatott bennünket, mert aztán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy egy életre szóló és meghatározó élmény volt. Köszönöm szépen! Köszönöm, és miután ugye hátulról halad a sor, így a Magyar Szocialista Munkáspárt következik, ha jól bírom az ABC-t, akkor Bödő képviselő urat kérem, hogy... Elnézést, Munkáspárt. Igen, úgy látszik, hogy nekem se elég az idő, hogy megtanuljam az újabb neveket. Tisztelt közgyűlés, hölgyeim és uraim! Én nagyon rövid leszek, hiszen 4 évvel ezelőtt
a munkáspárt képviseletében egyedül kerültem be ide a közgyűlésbe az 50 ember közé. És megmondom őszintén, hogy nem volt könnyű az első év, de utána már egyáltalán nem jelentett semmit az, hogy én egyedül vagyok. Hiszen én úgy tekintettem, hogy nem vagyok egyedül, hanem 50-en vagyunk. Vagy annyian, amennyien jelen voltunk egy-egy közgyűlésen. Hiszen ez már az idő haladtával egyáltalán nem volt jelentősége. Én azt ígértem, amikor tagja lettem az önkormányzatnak, hogy mindig, minden körülmények között a lakosságot fogom képviselni. Én úgy érzem, hogy ez az esetek többségében sikerült. Engem nem zavart, hogy melyik párt javasolt valamit. Én mindig azt néztem, hogy az hasznos, előnyös, vagy esetleg szükséges. És arra szavaztam. Én nagyon jól éreztem magam itt az utolsó 3 évben. Megmondom őszintén, büszke vagyok arra, hogy tagja voltam ennek a közgyűlésnek, ennek a testületnek, és azt is szeretném még elmondani, hogy köszönöm önöknek, hogy ebben a 4 évben támogatták a sportot, a sportolókat, mert ennélkül Pécs város sportja megszűnt volna. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az ABC követve a Magyar Szocialista Párt következik. Vonyó képviselő úr akkor, aki elköszön a frakció nevében. Hölgyeim és uraim, tisztelt közgyűlés, kedves vendégeink! Én nem kívánok értékelő szavakat mondani, azért nem mindenek előtt, mert az értékelés úgy vélem nem a mi feladatunk, hanem azoké, akik ide küldtek bennünket, a választóké. Nyilvánvalóan el fogják végezni. Másrészt azért sem gondolom, hogy értékelésre van szükség, mert még annak is, aki továbbiakban nem folytatja majd itt a munkát, meggyőződésem szerint előre kell néznie, mint az autósnak, mert ha nem azt teszi, akkor letérül az útról, de mindig úgy, hogy a visszapillantó tükörbe újból és újból belepillant, hogy lássa, mit hagyott maga mögött, honnan jött, milyen kátyukba ment bele korábban, hol került veszélybe, milyen veszedelmeket kell elkerülnie. Hogy milyen utat kell választani, és hogy hol kell megállni a kátyuk kifoltozására, hogy simább, eredményesebb legyen az út a választók érdekében. Én örülök annak, hogy társaim nevében, hogy részt vettünk ebben a munkában, örülünk annak, hogyha hozzájárulhattunk azokhoz az eredményekhez, amelyeket a közgyűlés elért az elmúlt 4 évben. Mindig igyekeztünk magunkat is kritikusan szemlélni, és igyekszünk majd, meg utódaink, a hibáinkat kijavítani. És azzal zárom ezt a néhány mondatot, hogy nagyon örülök, hogy ezekre a felszólalásokra most a közgyűlés végén, ezen a helyen, a pulpituson kerül sor. Ajánlanám a következő közgyűlésnek, hogy minden előterjesztés és minden jelentős felszólalás, még ha ez időt is veszel a közgyűlés munkájából, itt hangozzék el, emiatt, az embléme miatt, mert aki ide kijön, látja, hogy a város címere mögé áll, és ez a címer remélhetőleg mindenkit arra késztet, hogy a város egészében gondolkodva fogalmazza meg egyéni véleményét is, a város egészének érdekeit figyelmével fogalmazza meg annak a közösségnek, választói közösségnek vagy pártközösségnek a véleményét is, amely vagy akik ide delegálták. Ennek jegyében kívánok a következő közgyűlésnek és a közgyűlés tisztségviselőinek jó munkát, sok sikert és eredményeket a város lakossága érdekében. Magyar Demokrata Fórum frakció vezetőjét kérem, hogy köszönjön el a közgyűléstől. Társunk következik. Tisztelt vendégeink, tisztelt képviselőtársak! Én vagyok az, aki másodszor állok ezen a pulpituson.
egyszer már voltam ilyen helyzetben, és én vagyok az, akire Pap Béla képviselőtársam utalt, hogy egyetlen tagja volt ennek a testületnek, ennek a történelmi testületnek, aki korábban kezdte a közéleti pályafutását. Akkor is, és 90-ben is a bizalom, a választó bizalma révén kerülhettem ebben a helyzetbe, és ezt a bizalmat aztán meg kell köszönnünk, hiszen 4 évig dolgoztunk itt együtt, de úgy tűnt, hogy egymás között vitatkozunk, de mindannyian tudtuk, hogy azért vitatkozunk, mert valakiket képviselünk, valakiknek az érdekeit képviseljük. Jól vagy rosszul, de megpróbáltuk. Azt hiszem, hogy történelmi idő volt ez, és mindannyian büszkék lehetünk arra, és én magam személyesen büszke vagyok arra, hogy ennek az 1990-94-ig működő önkormányzati testületnek a tagja lehettem. Voltak vitáink, hiszen nem mindig értettünk egyet, ez természetes. Voltak harcok, amik aztán pártharcokká szélesedtek, vagy úgy tűntek, de végülis ügyeket képviseltünk, különféle megfontolásból, különféle meggondolásból, és aztán megtanultunk együttműködni, és megtanultunk úgy vitatkozni, hogy a vitának olyan eredménye legyen, remélhetőleg olyan eredménye lettek a vitáknak, amely a választópolgárokat szolgálta. Nem szeretném a szót szaporítani, szeretném megköszönni a képviselő társaimnak a türelmét, hogyha időnként visszaéltem vele, szeretném megköszönni az apparátus dolgozóinak az együttműködést, az együttműködési készséget, mindazt a segítséget, amit nekem és képviselő társaimnak nyújtottak. És szeretném megköszönni a jegyző úrnak a segítőkészségét, hiszen mindannyiunk munkáját nagyon komolyan elősegítette az ő személyes közreműködése, és természetesen az az apparátus, amelyik a házban dolgozik. Kívánom, hogy a következő testületnek ugyanilyen segítőkész munkatársai legyenek majd. Köszönöm szépen! Köszönöm a kereszténydemokrata néppárt részéről, Debreceni László doktor fogja az elköszönő szavakat elmondani. Tisztelt képviselőtársak, kedves vendégeim, kedves barátaim! 1989-90 fordulóján az emberiség számára történelmi pillanat következett be. Megszűnt a két világrendszer egy emberöltőn áttartó szembeállása, ami mindnyájunk számára az atomháború rémét jelentette. Hazánk, Magyarország történelmi lehetőséget kapott, hogy megvalósuljon nemzedékek álma, a demokratikus berendezkedésű, nemzeti függetlenségét visszanyert ország kialakítása. Számunkra, pécsi polgárok számára ez nagy kihívást jelentett. A Hályok Kovács biztonságával jöttünk be ide 4 évvel ezelőtt, ezek közé a történelmi falak közé, és képességünkhöz, tehetségünkhöz, hátterünkhöz képest tettük a dolgunkat. Ennek a 2000 éves városnak az arcán ez a 4 év nem hozott nagy változást, bár én inkább fiatalodni látom, de talán ez az én nézőpontomból áll. A mi arcunkon bizony 4 év nyomot hagyott, kivéve természetesen azokat a hölgyeket, akik itt közöttünk vannak. Ami a kereszténydemokrata néppárt kis frakciójának tevékenységét illeti, én remélem, hiszem, és vallom, hogy számarányunkat meghaladó mértékben járultunk hozzá ahhoz a munkához, ami itt folyt 4 évig. Én is a köszönet szavával szeretném zárni ezt a váratlanul rám hárult feladatot. Mindenek előtt köszönöm azoknak a pécsi polgároknak,
a bizalmát, akik 4 évvel ezelőtt ide küldtek bennünket. December 11-én megkapjuk a bizonyítványunkat. Köszönöm nektek, kedves képviselőtársak, azt, hogy ebből a nagyon heterogén 50 fős társaságból ez alatt a 4 év alatt csapattá kovácsolódtunk. Ebben mindegyikünknek, mindegyikőtöknek meghatározó szerepe van. Köszönöm a város választott és kinevezett vezetőinek, munkatársainak azt a segítséget, amit adtak nekünk a munkánkhoz. És végül baráti kezünket és üdvözletünket nyújtjuk azoknak, akik egy hónap múlva itt ezek között, a padok között meggyőződésem szerint folytatni fogják azt a munkát, amit megkezdtünk. A magam részéről pedig ígérem, és azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében, hogy a közjóért, Pécs város polgárainak szebb jövőjéért és elviselhetőbb mindennapjaiért a jövőben is mindent meg fogunk tenni, e falakon kívül is. Köszönöm. Köszönöm, és most nem kell a kamerától keresnem a következő jelentkezőt, akit nem mindig lehetem meg a szóadáskor. Galbács képviselő úr következik a Kis Gazdapárt nevében. Hölgyeim és uraim! 4 évvel ezelőtt ugyanúgy folytak az önkormányzati választások, az előkészületek talán már le is zajlottak erre az időpontra, és akkor a 3 párt tagjaként, akit úgy neveztünk valamikor egymás között, hogy kormánykoalíció, sőt úgy vonult be ide az önkormányzati testületben is, mi akkor úgy képzeltük, hogy ezt a várost vezetni fogjuk. Meggyőződésünk volt, a város választott, és nem így döntött. Bizony meg kellett élni azt, hogy a város másképp döntött, hogy nem ezt akarta. Meg kellett tanulni a demokráciát, meg kellett tanulni, hogy a demokráciában van igen, van nem, és van vesztés. Vannak érdekek, de csak egyetlen egy számít, azt, amit a polgár akar, széles értelemben. A Kisgazdapárt speciális érdeket hordozott ebben a teremben, speciális érdeket pártja révén, és azoknak a polgárokon keresztül, amit elvártak tőlünk. Nem teljesen illett be bizonyos fokig ez a városi környezetben, a nagyvárosi környezetbe, a polgári környezetbe, de úgy érzem, hogy ezt a speciális érdeket képviseltük, megfelelően képviseltük, sokszor talán kicsit szélesen, talán szélesebben is, mint néha elvárható lett volna, és ezúton szeretnék itt a frakciónk nevében elnézést kérni azoktól a pártoktól, ne adj Isten azoktól a személyektől, akiket esetleg megbántottunk némi vehemenciánk. Nem történt személyes sértődés, úgy érzem, harag nem keletkezett. Azt tettük, amik voltunk. Úgy érzem, hogy talán egy kis szint is tudtunk adni ennek a teremnek. Meggyőződésem, hogy a következő közgyűlésben is lesznek kisgazdák. Lesznek, mert ha nem lennének, akkor szegényedne ez a város, és egy érdek nem volna képviselve. Hitem és meggyőződésem, hogy a következő közgyűlés is demokratikus lesz, a mi hibáinkból, a mi mellékútjainkból tanulni fog, és talán hatékonyabban fog tudni dolgozni a városért, és elkerüli azokat a buktatókat, amiben mi talán beleestünk. Én bátran merem vállalni, amit a városban egyesek úgy mondanak, hogy pártharcok, én merem vállalni ezeket a pártharcokat, mert ez egy volt a demokrácia. És Pécs városa ilyen szempontból úgy érzem, kiemelkedett az országból, demokratikus önkormányzata révén, hogy így mondjam, híres volt.
Szeretnék elbúcsúzni az egyes pártoktól, a liberális pártoktól, akik vezették ezt a várost, akikkel különösen kezdetben kemény összeütközéseink voltak, de menet közben rá kellett jönnünk arra, és rájöttünk arra kölcsönösen, hogy vannak közös vonások, amikben egyet tudunk érteni, és egyet kell értenünk a városért dolgozva. Szeretnék elköszönni a volt kormánykoalíciónak a pártjaitól, az MDF-től, és különösen szeretnék elköszönni, akivel most talán némi vitáink is vannak, a kereszténydemokratáktól, de akit változatlanul testvérpártunknak tekintünk. Szeretnék elköszönni és megköszönni az apparátusnak a végzett munkáját, amiben a munkánkat segítette, és ugyanezt kérve, hogy ugyanezt tegye a következő közgyűlés akkor megalakuló egyes frakciói segítésének az érdekében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és az új parlamentnek, illetve az új városi önkormányzatnak szeretnék, kisvárosi parlamentnek szeretnék sok sikert és eredményt kívánni. Köszönöm. És ABC sorrendben az utolsó párt képviselőjeként, frakcióvezetőjeként Nagy Csaba képviselő úr, köszönöm. Tisztelt ünnepi közgyűlés! 1990-ben az első szabad önkormányzati választásokon először nyílt lehetőség a szabad önkormányzásra. A Fidesz frakció ebben tevékenyen részt vett, hiszen két alpolgármesterünk és az 50 fős testületből 10 fővel rendelkező Fidesz frakciónk dolgozhatott a városért. Bár a közgyűlés működését 4 éven keresztül az jellemezte, hogy politikai pártok által magas szakmai színvonalú viták is folytak, de úgy érzem, ezek a viták szükségszerűek voltak, és mindig egy cél érdekében zajlottak, ez pedig a javítás szándéka volt a város érdekében. Köszönjük a jelenlévő tisztségviselőknek, a frakcióvezetőknek, a képviselőknek, és nem utolsó sorban az apparátusnak azt az együttműködést, amit az elmúlt 4 évben biztosítottak a számukra. És köszönjük a választópolgároknak a bizalmat, a szavazatukat, ami lehetővé tette azt, hogy az elmúlt 4 évben a városért dolgozhattunk. Köszönöm. Én mielőtt átadnám a szót az alpolgármester asszonynak, 2 dolgot teszek meg. Egyrészt jelzem, hogy így az ABC sorrend okán is a frakcióvezetők közül utolsóként a legfiatalabb képviselőtársunk szólt. Másrészt pedig kihangosítom Galbács képviselő úr elnézéskérését, mert ő a szocialista frakciótól, valamint munkáspárti képviselőtársunktól a pulpituson elfelejtett elköszönni, de ebbéli konosszajárását nagyszerűen lehetett követni ott a csopat sorokban. De hát alpolgármester asszony. Tisztelt közgyűlés, hölgyeim és uraim! Mint a közgyűlés egyik legtöbbet beszélő tagja, ettől függetlenül kértem arra lehetőséget, hogy néhány mondatban elbúcsúzzak tőletek önöktől, hiszen, mint ahogy ez gondolom köztudott körötökben, én végleg búcsúzom. Nagyon nehéz a helyzetem most, nehéz szólnom, és nagyon könnyű is. Nehéz azért, mert nem szoktam személyes hangvételű beszédeket mondani ebben a teremben. Könnyű viszont azért, mert most csak a magam nevében beszélek. És nem pártfrakció, nem valamilyen ügy, és nem valamilyen előterjesztés ügyében szólok hozzátok. 4 évvel ezelőtt, amikor Rajci Péter bácsi kezébe az eskünket letettük ebbe a terembe, akkor az elhangzott esküszöveg mellé én még magamban azt a fogadalmat tettem, hogy ennek a 4 évnek minden percét ennek a munkának fogom szentelni. Azt hiszem, és ennek a megmondhatója a családom és a barátaim, hogy ezt a fogadalmamat maradéktalanul sikerült teljesítenem. Nagyon sokan beszéltetek frakcióvezetőként vitákról, amely viták ezek között a falak között folytak, és amely vitákért nagyon sokan megróttak bennünket. Én, mint a közgyűlés egyik legtöbbet vitatkozó tagja, szeretném elmondani, hogy változatlanul, sőt, sokkal inkább, mint 4 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezt a munkát, sokkal inkább, mint 11-12 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem egy több párti, egy demokratikus politikai élet kialakulásáért küszködni ebben az országban.
Tehát még annál is sokkal inkább meggyőződéses híve vagyok a többpárti demokráciának, a viták alapján, érdekek alapján kialakuló kompromisszumoknak, és annak az elkötelezettségnek, hogy minden képviselő, aki akár ezen falak között, akár bármilyen más választott testület termének falai között érdekeket képvisel és ügyeket próbál teljesedésbe vinni, alapvető kötelessége, hogy vitatkozzék, alapvető küldetése, hogy azokat az értékeket, azokat az érdekeket, amelyek miatt azt a politikai csoportosulást és azon keresztül az ő személyét képviselői megbízatásnak a megtiszteltetése érte, hogy ezeket a vitákat folytathassa. Mindenkinek kötelessége, hogy minden tudása és minden ereje szerint az utolsó leheletéig ezeket a vitákat lefolytassa. Ezt azért mondom el ilyen borzasan és némileg meghatottan nektek, mert rémülten látom azokat a folyamatokat, amelyek megpróbálják visszafordítani ezt az országot afelé, a közhangulat felé, és ezek nem politikai folyamatok, és nem pártpolitikáról beszélek, hanem egyfajta hangulatról, hangulatteremtésről, minthogyha csak azok a viták, vitamentes viták vihetnék előbbre az országot, a várost és minden testületet, amikor a kompromisszumnak olyan szelleme lengi be a termet, hogy mindenfajta erősebb vitát vagy érdekképviseletet kizár. Ez nincs így. Tökéletesen igaz az, amit Vonyó képviselő úr mondott, hogy ennél a pulpitusnál kellene az előterjesztéseket megtenni a következő testületnek, és talán ez hiba volt, hogy nem így tettük, és nem dolgoztunk olyan ünnepélyesebb külsőségek között, amit ez a város nem, hogy megérdemel, hanem el is várhatott volna. De azt hiszem, hogy nekünk izzadságszagú, kemény munkánk, vitáink voltak ebben a testületben. Ide mindenki dolgozni járt, és talán utólag elnézést kérve, de erre hivatkozva bocsánatot kell kérnünk ettől a várostól, hiszen kemény munkát végeztünk, és nem maradt arra időnk és lehetőségünk, hogy ezt megfelelő külsőségek között tegyük. Bár ez udvariatlanság, mégis ez egyszer nézzétek ezt el nekem, hogy legelőször is annak a csapatnak köszönjem meg a munkáját, amely csapathoz a legszorosabban tartoztam, és ez a Fidesz frakció, amelynek a munkáját 3 évig vezettem. Köszönöm nektek, és most külön a frakcióhoz szólok, hogy 4 éven keresztül támogattátok ezt a nehéz munkát, és köszönöm azt is, ami talán mások számára természetes, de nem olyan természetes ebben az országban, hogy 20 éves emberek 4 évet az életükből erre, és nem pályájuk megalapozására, nem karrierteremtésre, nem a családjukra fordítottak, hanem mondhatom, hogy minden percüket a város boldogulására. Szeretném megköszönni a velünk politikai szövetségben dolgozó Szabaddemokraták Szövetségének azt, hogy ebben a városban a vitáink azok zárt falak között maradtak, és csak az eredmények azok, amelyek láthattak, és elmondhatom azt, hogy mindenfajta tüske, mindenfajta rossz érzés és mindenfajta politikai perpatvar nélkül sikerült megoldanunk ezt az együttműködést. Én külön szeretném megköszönni ezt a Szabaddemokraták frakció vezetőjének, Pap Béla úrnak, akinek a kiegyensúlyozott, kompromisszumkész és rendkívül szakszerű munkája nélkül ez az együttműködés minden bizonnyal nehezebben ment volna. Szeretném megköszönni a velünk, a város érdekében, és nyugodtan mondhatom ma már így, szövetségben dolgozó közgyűlés minden tagjának azt a munkát, azokat az ellenvetéseket, azokat a vitákat, amelyek ebben a teremben zajlottak. Szeretném megköszönni azt is, hogy engem nagyon sokszor nagyon komoly vitákra késztettek, hiszen ezek során, a viták során alakultak ki azok a megoldások, amelyeket végül is mindenki elfogadva megoldások tudtak születni, és amelyek úgy gondolom, hogy szélesebb körben érthetőek és elfogadhatóak voltak, mint hogyha az eredeti verzió érvényesült volna. Én szeretném megköszönni a polgármester úrnak is azt, hogy olyan vezetői, olyan munkahelyi légkört teremtve dolgozhattunk együtt 4 évig, amelyik nem sérült, és azt hiszem talán így, még a tévéadásban is mondhatom azt, hogy a 4 év során semmifajta konfliktusunk nem volt, ami Magyarországon, a nagyvárosok vezetésében majdnem, hogy egyedülálló. Köszönöm neked, hogy ilyen légkörben dolgozhattunk. Az alpolgármester társamnak nagyon sok sikert kívánva, és nyugodtan mondhatom, hogy minden erőmmel reménykedve abba, hogy a város sorsát az ő kezébe tehetjük, és tehetem le a következő 4 évben. Ugyanígy szeretném megköszönni azt a maximálisan összefort és az egyeztetés minden percére kiterjedő munkát, amit 4 évig folytathattam. És természetesen nem utolsó sorban, és nem csak az udvariasságokán,
szeretném megköszönni a jegyző úrnak, az irodavezetőknek és a hivatal minden dolgozójának a munkáját. Nagyon sokat tanultam tőletek. Ezeket a tapasztalatokat és ezeket az ismereteket, amelyeket tőletek tanultam, ezek olyan ismeretek, amelyeket csak olyan emberektől lehet megtanulni, akik nem fizetés, nem helyzet, nem pozíció, nem presztízs, hanem a város érdekében való elkötelezettség folytán vállalják a nagyon nehéz köztisztviselői munkát. Köszönöm a kitartásotokat, és köszönöm azt, hogy minden esetben hajlandóak voltatok mindenfajta olyan külön, plusz és nagyon nehéz munkákra, amelyeket tőletek elvárni nem lehetett, csak megköszönni lehet. És még egy mondat, bár ezt ígértem utolsó köszönetnek, hogy nagyon köszönöm a városnak és ennek a testületnek, hogy ebben a történelmi időszakban, a rendszerváltó közgyűlésben ezt a munkát végezhettem. Ez az én életemnek olyan 4 éves tapasztalatszerző, de nagyon nehéz időszaka volt, amelyet remélem, hogy a továbbiakban is visszagondolva rá eredményesen én is tudok hasznosítani, és nagyon remélem, hogy azért valami haszna a munkámnak volt. Én a politikát nem hagyom el, hiszen a politika az életem. Nagyon régóta a politika az életem. Továbbiakban is azt az európai politikai és történelmi fejlődés csúcsán kialakult többpárti demokráciát szeretném szolgálni, amit teszek már hosszú ideje ebben az országban. Csak a közgyűléstől és az önkormányzattól búcsúzom. Nagyon sok sikert és nagyon jó munkát kívánok mindannyiótoknak, akik tagjai lesztek a következő testületnek, és minden olyan új képviselőnek, aki e közé a falak közé majd beteszi a lábát. És természetesen nagyon remélem, hogy ez a város a következő évtizedekben, nem utolsó sorban a testület munkájának gyümölcseként is, és a saját erejéből és a saját gazdagodásából Magyarország legvirágzóbb városává válik. Köszönöm szépen! Köszönöm az alpolgármester asszonynak a búcsúzó szavakat, különösen amelyek nekem szóltak azt a részét. És hát akkor én is engedjétek meg, hogy átmenjek tegezésbe, ezt úgyse tettem 4 év alatt, így közgyűlésen. És még egy észrevétel. Én most itt maradok, és nem megyek oda ki. Eddig én szoktam a beszédeket ott mondani, és nektek nem adatott meg akkor, hogy a beszédeket ott a pulpitusnál mondjátok. Azt hiszem, az egész képviselőtestület engem itt ülve szokott meg, és talán így stílszerűbb is ettől a testülettől búcsúznom, és nem ott a pulpitusnál. Az előttem szólók dicséretes módon önkorlátozóak voltak. Az előttem szólók dicséretes módon nem mondtak kampánybeszédet, és nem értékelték saját tevékenységüket. Ez az önkorlátozás természetesen, valamint azt gondolom a tisztesség is, köt engem is. Hát ezek után én mit mondhatok? Keveset, végül is elmondtátok helyettem azt, amit végül én mondhatnék el. Ismételni igazán nem akarok, és nem sok maradt, amit elmondhatnék. Maradt természetesen részemről is a köszönetnyilvánítás. Az első köszönetnyilvánítás a testületnek szól. Azért a bizalomért, amivel 4 évvel és jó egy hónappal ezelőtt megbíztatok engem és megbíztátok tisztségviselőtársaimat azzal, hogy ezt a várost próbáljuk meg képességeink szerint a legjobban vezetni. Bár tőletek kaptam ezt a bizalmat, a feladatot a következő képviselőtestületnek kell majd átadnom illetőleg. Annak a kollégának, akinek a személye ma még előtten ismeretlen kell, hogy legyen. A köszönetnyilvánításokkal kezdem, és akkor én is megköszönöm képviselőtársaim együttműködését. Alpolgármester asszony, akinek a hangja a vehemens vitákban sokszor remegővé vált a jogos indulattól, ma nem áll egyedül, vagy nem állt egyedül itt a pulpituson ezzel a remegő hanggal. Ma is indulat hevítette több képviselőtársam hangját, de ez az indulat, ez a közgyűlésben valóban szokatlan érzelmes hang volt. Én úgy gondolom, hogy ez a búcsúzás idején helyes. Ő azt mondta, hogy konfliktusmentes volt az együttműködésünk. Én is azt gondolom, hogy konfliktusmentes volt, ha voltak is benne érdekütközések. De én úgy gondolom, hogy ez személyes barátsággá változott a 3 év alatt, és ezt én magam is úgy gondolom, hogy egy viszonylag ritkaság sajnos a mai magyar politikai életben. Köszönetet kell mondanom a képviselőtestület minden tagjának az együttműködésért, és köszönetet kell mondanom a háborúkért is.
Ezeket a háborúkat jobb meggyőződésükért, a város érdekeikért vívták, és tanulni is lehetett belőlük. Én úgy látom, hogy sokat tanultunk egymásból, a saját és egymás hibáit sikerült megismernünk, és én bízom benne, hogy ezt a város üdvére tudtuk megtenni. Többen kértek itt bocsánatot. Természetesen ezt mindenkinek meg kell tennie, aki valaha vezető funkciót betöltött ennek a végén. Hát természetesen követtünk el hibákat, ezekért mindenképpen bocsánatot kell kérnünk. Bocsánatot kell kérnem azt hiszem azért is, hogy érdekeket sértett meg ez a közgyűlés, sértettünk meg ebben a közgyűlésben, és még akkor is megteszem ezt, hogyha ezek az érdeksérelmek sok esetben szükségesek voltak. Döntéseket nem lehet meghozni érdeksérelmek nélkül. De igazából a legfájdalmasabb bocsánatkérést azok iránt a azokhoz a képviselőtársaimhoz kell címeznem, akiknek fájdalmat és kiábrándulásokat okozott ez a 4 év munka. Akik úgy érezték, hogy többet tudnak megvalósítani hitük és szándékaik szerint ez alatt a 4 év alatt, és ez nem sikerült. Nem sikerült objektívnek mondható okok miatt, nem sikerült háborúk miatt, amelyek azt gondolom szintén sokfajta érdekösszeütközése miatt zajlottak le. De én bízom benne, hogy majd egy bizonyos távolból visszatekintenek erre az időszakra, akkor talán amellett, hogy a mai érzelmes búcsúzás pozitív hangja már elszáll, de amellett is megmarad valami olyan érzés, hogy nem hiába ténykedtek itt. Nekem személyesen életem eddig legnehezebb 4 éve volt, a legtartalmasabb 4 éve volt, és bár konfliktusokkal és fájdalmakkal teri, de alapvetően örömteli 4 év volt. Mi mind a hárman abban az életkorban vagyunk még most is, hogy lesz időnk, ha a sors is úgy akarja, megérni ennek az első 4 évnek az objektív értékítéletét. Ezt az ítéletet valószínűleg mi magunk is hozzuk, de elsősorban azok az emberek hozzák, azok a polgártársaink, akiknek a bizalmából ide kerültünk, és egy bizonyos távlatból már mindannyian képesek leszünk ezt objektíven értékelni talán. Most ezzel a testülettel a politikai szüzek közössége köszön le. Itt 49 naív, majdnem ártatlan ember ült be, ahogy Debreceni László képviselőtársunk mondta, a hályok kovácsok biztonságával állt neki vezetni ezt a várost, a város bizalmából. Én őszintén bízom benne, hogy utódaink okosabbak lesznek, gyakorlottabbak lesznek, mint mi magunk, de engedjétek meg, hogy annyit hazabeszéljek, hogy bízom benne, hogy legalább annyi tisztesség lesz abban a testületben, mint amennyi ebben a képviselőtestületben volt. Rajci Péter tanár úr, Rajci Péter bácsi, Rajci Péter képviselőtársunk, milyen nehéz eltalálni a megfelelő megszólítást, kérdezte azt, hogy átok ül-e rajtunk. Nos, hát én nem hiszem, hogy átok ül rajtunk. És most már nem csak a képviselőtestületre gondolok. Pontosabban én hiszem, hogy nem ül átok rajtunk. Persze csak akkor fogunk nem átok alatt élni, hogyha mi sem hiszünk ebben az átokban. És hiszünk abban, amiben a polgármester asszony befejezte a búcsúzását, hogy Magyarország legszebb és legjobb városát itt föl lehet építeni. Én köszönöm a figyelmet, köszönöm a 4 éves munkát mindenkinek, és miatt még túlzottan elérzékenyülnék azért az apparátus munkáját, csak azért nem köszönöm meg, mert őket még fogom dolgoztatni legalább másfél hétig, az övéket majd akkor köszönöm meg. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt ünnepi közgyűlés, Pécs város ezért november 17-én tartott közgyűlésén egyebek mellett döntött kitüntetések adományozásáról. A kitüntetéseket és a személyeket az előterjesztés sorrendjében fogom ismertetni, és megkérem polgármester úr, hogy adja át a nevezetteknek a megfelelő kitüntetést. Pécs megyei város közgyűlése 386/94 számú határozatával Teodor Cenz úrnak Pro Civitate kitüntetést adományozott.
meg kellene jegyző urat, hogy ismertesse az indoklást, mert az elmaradt most a gyors menetben. Tessék. Tisztelt Közgyűlés, Pécs megyei jogú város közgyűlése a Pro Civitate kitüntetést adományozta Theodor Zenz úrnak, a Német Szövetségi Köztársaság Pécsi Főkonzulátusának létrehozása és eredményes működése érdekében kifejtett tevékenységért. Pécset tartózkodása alatt erősítette a német-magyar kapcsolatokat, városunk gazdasági és kereskedelmi együttműködéseit, a német nemzetiségi oktatást és közművelődést, valamint a Rhénau Egyesület kapcsolatait és munkáját. Pécsváros közgyűlése 386/94 számú határozatával Mark Jennings úrnak a Pro Civitate kitüntetést és erről szóló oklevelet adományozta. Meg kérem egy urat, az indoklást ismertesse. Mark Jennings úr, a Pécsi Dohánygyár Kft. Igazgatója, kitüntetését a termelési technológia korszerűsítésért, a régi és új termékek fejlesztésért és piac képességének megtartásáért, ezen túlmenően a Nemzetközi Angol Centrum létrehozásában, szponzorálásában, valamint a Diagnosztikai Centrum létrehozásának finanszírozásában szerzett érdemeiért kapta. Tájékoztatom a közgyűlés, hogy Mark Jennings úr hivatalos elfoglalása miatt nem tudott eljönni a mai ünnepségre, később fogja átvenni a kitüntetést. Nem túl hosszú, én kérem türelmüket, hogy elmondhassam távol léte okán a mikrofonba, igen. Nagyra becsült polgármester úr, tisztelt közgyűlés! Amikor jó néhány évvel ezelőtt először jártunk családommal Magyarországon, már akkor fogalmazódott bennünk. Ez egy olyan része a nagyvilágnak, ahol el tudnánk képzelni életünket. Akkor még nem sejtettük, egyszer ide küld a munkám. Azóta elmondhatom, otthon érzem magam az önök városában, olyannyira, hogy akár úgy is fogalmazhatnék a mi városunkban. Ez mindenképp örvendetes dolog. Nem mindegy egy olyan világcég számára, mint a BAT, nem mindegy nekem személyesen, és talán nem mindegy Pécsnek sem. Nem kívánom felsorolni, mi történt az elmúlt három év alatt. Tettük a mi kötelességünk, amivel szolgálni tudtuk cégünket és szolgálni azt a várost, amely befogadott bennünket. Ezért nem vártunk külön elismerést, amit talán az az egyébként sajnálatos tény is bizonyít, hogy nem lehetek itt önök között. A cégnek most egy hivatalos rendezvényén elég távol tartózkodik Magyarországtól. Én még az záró mondatait olvasnám föl, ami azt gondolom, hogy fontos, hölgyeim és uraim, Pécs polgárai, még egyszer köszönöm az elismerést, abban a biztos tudatban, hogy kapcsolatunkban ez egy nagyon jelentős esemény, de korán sem a végállomás. Pécs megyőváros közgyűlése 386/94 számú határozatával dr. Lóci Tamás úrnak Pro Communitate kitüntetést adományozott. Megkérem az indoklás ismertetésre egy zúra. Dr. Dóci Tamás egyetemi tanár, a Pécsi Orvostudományi Egyetem idegsebészeti klinikájának igazgatója. A Pécsi Diagnosztikai Centrum létrehozásáért ennek érdekében kifejtett kezdeményező, összefogás szervező és kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként ítélte oda a közgyűlés kitüntetést. Pécs megyőváros közgyűlése 386/94 számú határozatával Gerold Pánkoló részére a Pro Communitate kitüntetést adományozta.
Carol Punkle tulajdonos és befektető, a Möbius húsüzem korszerűsítése, mint egy 3000 munkahelyteremtő fejlesztési és beruházási, valamint művészeti és sportélet támogató kiemelkedő tevékenységéért kapta kitüntetését. Határozatával Tatár Dénes úr részére a Pro Communitate kitüntetési díjat adományozta. Tatár Dénes úr villamosmérnök, a Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság vezérigazgatója. A város villamoshálózatának fejlesztésében, a közvilágítás korszerűsítésében, az üzemköltségek csökkentése és környezetkímélő megoldások kimunkálása érdekében végzett kimagasló tevékenységért ítélte oda a közgyűlés a díjat. Megyei város közgyűlése 386/94 számú határozatával dr. Rudna János részére a Pro Communitate kitüntetést adományozta. Dr. Rudna János ura Pannonia sörgyár igazgatója kitüntetését a termékgyártás európai színvonalra emeléséért, piac képességének fokozásáért, a korábban leépülő cég megmentése és a 700 helyi munkahely megtartása érdekében kifejtett elismert tevékenységért kapta. Város közgyűlése 386/94 számú határozatával Törösi Péter úr részére a Pro Communitate kitüntetést adományozta. Törösi Péter úr a MATÁV műszaki főigazgatója. A gazdasági és kereskedelmi élet fellendítéséhez nélkülözhetetlen távközlés javítása a 18.000 állomást fogadó Megyeri Kertvárosi Központ, a belvárosi, a meszesi és uránvárosi távbeszélő ellátás fejlesztésének érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységért kapta a díjat. Egy rövid összefogott indoklást adnék. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki látta, hogy két nagyon jelentős kivételtől eltekintve a most kitüntetettek között alapvetően a gazdasági élet szereplői szerepelnek, és ennek egy borzasztó egyszerű oka van. Mindannyian azt szenvedjük meg, hogy egy átalakuló gazdaság alanyai vagyunk. Kevesen tudtak ebben talpon maradni, kevesen voltak ebben képesek újat hozni, életképeset hozni. Én úgy gondolom, hogy az a 4 év, ami alatt tevékenykedtünk, az már kitermelte azt a réteget, azt a gazdasági vezető réteget, akiknek a munkájára alapozva egy város megélhet, akiknek a munkája nélkül egy város nem élhet meg, és ezeknek egy részét volt módunk és lehetőségünk most elismerésünkkel honorálni, és két olyan személyiség került közéjük, akik ugyan más területen, de egyáltalán nem kevésbé jelentősen segítik és támogatják városunk fejlődését és létét itt és a világban. Akkor most azt következnék, hogy én meghívom a tisztelt ünnepelteket, és
meghívom a tisztelt képviselőtestületet, meghívom a közgyűlést eddig végig szenvedőket, akik átsó padsorokban ültek, és a mi vitáinkban volt szerencséjük részt venni, és természetesen a sajtó képviselőit is, arra a fogadásra, amelynek akkor a helyszínét újólag elismétlem, tehát Palatinus éttermi rész. Én kérem, hogy szépen lassan majd mindenki fáradjon át, és mielőtt még ez megtörténne, én úgy gondolom, hogy egy ünnepélyhez illően a szózattal fejezném be az utolsó közgyűlésünket. Mostantól érvényes a meghívás, de az ünnepelteket kérném, hogy maradjanak még itt egy picit bizonyos fotográfiai okokból e körben. Kedves nézőink, ez volt, ők voltak Pécsváros önkormányzatának közgyűlése 1990 és 94 között. Ez volt Pécsváros legeslegújabb kori történelmének első 4 éve. Ez a 4 év soha nem lesz felcserélhető a magyar következő 4 évekkel. Lesznek majd az önkormányzati munkának biztosan nehézségei. Rengeteg problémával fognak találkozni a képviselők, de egy város működésének gyökeres megváltoztatása, a tanácsi rendszer lebontása ennek a közgyűlésnek volt a feladata, és más testületek már egészen más típusú feladatokkal fognak megbirkózni. Kedves nézőink, ez a műsor egy rövid időre elköszön önöktől. Előreláthatólag 3 hét múlva találkozunk újra, de akkor már az új közgyűlés alakuló ülésének lehetnek szem- és fültanúi. Magam és a kollégáim nevében is megköszönöm eddigi figyelmüket, türelmüket, a viszontlátásra, viszonthallásra.